Eléggé nehéz mérkőzésre számíthattak, hiszen a második helyzethez látogattak. Hogyan látta a mérkőzést? Hát a elképzeléseknek megfelelően alakult, egy kicsit tartalékosan is érkeztünk, tehát nem tudott a csapat gerince eljönni. Nekünk kettős játék engedélye, Balmazújvárosban vannak NB1-bős játékosaink, és egy időben van a mérkőzés. Kvázi nem feladtuk a mérkőzést, hanem egy felkészülési állomásnak tekintettük, tehát idegenben mi itt nem számítottunk különösebb sikerre. Ismerve a félegyháza játék stílusát, tehát lendületes, gyors játékot diktálnak, én kértem a srácokat, hogy próbáljuk lassítani a játékot, hogy próbáljuk minimalizálni azt a lerohanásból kapott gólmennyiséget, amit elszenvedtük, és sajnos nem sikerült, ráadásul nagyon sok hibával játszottunk, tehát még mi is rásegítettünk erre, hogy ilyen nagy arányú lett a különbség már az elején, és ez a vérközés végén végül is annyival nem nőtt, de a félegyháza szerintem megérdemelte hozta a különbséget. Ugye a bajnokságban nem szerepelnek túl jól, 10. helyen álltak a bajnokságban. Hogyan tovább gondolom szeretnének előrébb kerülni? Hát a Püspökladány helyzet egy speciális helyzet, tehát Püspökladány ez kiesett tavaly a bajnokságból, és visszalépések jogán maradt a NB2-es csapat. Egy szétmenő társaság volt, kvázi a nulláról kellett újraépíteni néhány idősebb sráccal. Hajdú-Bihar megyében egyelőre nincsen első osztályú csapat, és nagyon sok NB2-es társaság van. Ennek az a következménye, hogy kevés az a használható, kvázi magas szintű játékos, akivel lehet építkezni. Püspökladányban egy saját generációra épülő idősebb társaság, van egy kvázi juniorkorú csapat, meg egy serdülő csapat, akinek a túlélése függ azon, hogy marad-e az NB2-be a társaság, és ennek megfelelően szerepel. Mi a bennmaradás helyet céloztuk meg, 10-16 pontot tíztünk ki az év elején, hát erre van még reális esély, ez a mérkőzés ez nem volt ide beszámolva. Mi döntött a mérkőzésen? Én úgy gondolom, hogy a tudásbeli különbség a két csapat között mindenképpen. Hát ez azt hiszem az eredmény ilyen is látszik, illetve a tabellán elfoglalt pozícióban is. Sajnos az a probléma, hogy én úgy gondolom, hogy ilyen tudásbeli különbségnél az állandó koncentráció 60 percen keresztül nagyon nehezen megoldható. Mire számítasz? Második helyen vagytok ismét? Hát mindenféleképp a legfényesebb érem a cél. Ezért küzdünk, ezért edzünk, és aztán mindenképpen dobogó. Eléggé fölényes győzelmet aratott a csapat, és ugye visszatért a régi új helyszínről a sportcsarnokba. Így van, mindenképpen akartuk ezt a győzelmet, akartunk bizonyítani a múlt heti döntetlen után. Azt kértem a játékosoktól is, hogy úgy jöjjön ki olyan tűz, olyan elánna, hogy mutassuk meg, hogy igen, Zsából több van a csapatba. Hál' Istennek ez sikerült, ugye egy új helyszínen vagyunk, ugye a pályát ugye nem szokatlan számunkra, mert játszottunk már itt. Nagyon jó közönség előtt, egy jó szurkolótábor, és hál' Istennek sikerült egy biztos győzelmet. Az elején úgy menjünk ki, hogy ne adjunk nekik esélyt, ugye ismertük a játékukat, úgy, ahogy kielemeztük őket, tehát tudtuk azt, hogy mivel készülünk ellenük, gyors lerohanásokból sok gólt lőttünk, szerencsére a jó kapus teljesítmény volt mind az első, mind a második fél időben, az mellett jöttek a játékosok is, akit felcseréltem, mindenki csak hozzátett, úgyhogy egy nagy csapat voltunk a mai nap, egy nagyon nagyszerű szurkoló közönséggel. Mennyire nehéz fenntartani a koncentrációt? Hát az mindig nehéz, ugye ott vagyunk az elején, és ugye igazából mindenki minket akar megverni. Minket megverni ugye az egy külön feladat, de viszont nem szégyen tőlünk kikapni. És innentől kezdve ugyanahogy nagyon nehéz azt a játékosokban megtartani, hogy úgy küzdjenek, mint hogyha tényleg ugyanazon a szinten játszanánk egy gyöngébb csapattal is, de ugyanúgy ki tudunk tőlük is kapni, hogyha ezt nem tudjuk megoldani.